Eltűnt két villanyszerelő, az egyikük 5 évvel ezelőtt, a másikuk 2018-ban. Bizonyos E. Sándor köti össze mindkettőjüket, vele találkoztak utoljára, milliókkal tartozott nekik ez a férfi, akit le is tartóztattak, aztán 16 hónap után szabadult, szabadlábra helyezték. A hatóságok éppen lezárni készülnek ezt az ügyet, pedig hát teljes a bizonytalanság, ezért az egyik villanyszerelő családja úgy döntött végső elkeseredésében, hogy egy igen ismert ügyvédhez fordul, aki egyébként itt van velünk a stúdióban, Lihi József. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Nagyon nagy vonalakban mondtam el, hogy mi történt, illetve nem lehet tudni, hogy mi történt. Mit tud ön? Hát úgy kezdeném, hogy igen nagy a jelek hasonlóság e között az ügy és a Novozánszky Fanni ügye között. Majdnem azt mondom, hogy szinte mindenben megegyezik, még a nyomozati bizonyítékoknak a rendszere is. Itt is ugye arról van szó, hogy villanyszerelési munkákat végeztek Salzburgba, egyébként egy kastélyt újítottak fel, és az egyik áldozat, az egyik sértett, akinek a családját én képviselem, ő végezte ott valóban a villanyszerelési munkákat, és 11 ezer euróról van szó egyébként, ami a gyanúsított tartozása volt az elvégzett munkáért. 3.600.000-3.700.000 forint körüli összeg. Körülbelül ennyi. A kint elvégzett munka ellenében, és hát tulajdonképpen egy adott napon, 18 március végén, körülbelül 2 éve, elérkezett az elszámolás pillanata. És a gyanúsítás szerint ahelyett, hogy a pénzügyi elszámolás történt volna meg, egész más történt, a gyanúsított elcsalta egy meg nem határozható helyre a villanyszerelőt, és onnantól kezdve nem látta senki. Ez azt jelenti, hogy a gyanúsítás szerint nyereségvágyból és hát előre kitervelten is, tehát ez a két minősítési elem jelenik meg a gyanúsításban, meggyilkolta, és hát a mai napig rejtélyes módon eltüntette a holttestet. Egyetért azzal a megfogalmazással, amit még a reklám előtt mondtam itt a tévében, hogy minél többet tudunk, annál kevesebbet tudunk? Tehát, hogy ez egyáltalán hogy alakulhat így? Tehát néha valakit letartóztatnak, meggyanúsítanak, aztán elengedik, aztán újra kezdődik. Ráadásul itt van egy másik villanyszerelő. És egy másik villanyszerelő. Most az egyiket említette, a 2018-as. Igen, mert ez a mi esetünk, ez 18 március vége. Na de van egy gyakorlatilag azonos vagy nagyon jelleg hasonló eset 15-ből is, ami szintén gyanúsítástárgyát képez egyébként, tehát itt tulajdonképpen két emberölésről van szó a gyanúsításban. Óriási a megegyezőség abban is, hogy valóban itt is, ebben az ügyben is, másfél éves letartóztatás után, ugyanez volt a Fanni ügyébe is, pont másfél éves letartóztatás után kerül ki házi őrizetbe a gyanúsított. Mi az indok, ami miatt kikerül? Hát a törvényszék másodfokon fellebbezés folytán engedte ki itt is a gyanúsítottat, a Fanni ügyébe is egyébként, házi őrizetbe. A törvényszék úgy látta, hogy másfél éves letartóztatás után nem szükséges a letartóztatás fenntartása. Én ezekben a döntésekben mindig érzek egyfajta kényszert, tehát nem hiszem azt, hogy a eljáró törvényszékek jó kedvükbe engedik ki ezeket a gyanúsítottakat, inkább arról van szó, hogy hát ugye a bizonyítási hiányosság, tehát ugye a gyilkossági ügyekben alapvető dolog az, hogy a holttest megvan, a holttestet meg tudja vizsgálni a orvosszakértő, tehát halott szemle, illetőleg boncolás alkalmával meg tudják állapítani a legfontosabb dolgokat, magát a halál tényét, a halál időpontját, halál beálltának az időpontját, és hát tulajdonképpen az okát. Na de miért sincs, itt sincs holtás, bocsánat, ahogy Fanni esetében sincs, ott viszont van vádlott. Tehát mi kellene ahhoz, hogy Imre a vádlottak padján legyen? Ugye van egy csomó bizonyítéknak tűnő dolog, én ki is írtam, mindkét férfi autóját megtalálták, Orlik Vilmosét, ugye nem az ön kliens, egyenesen Imre unokatestvérénél, akinek azt mondta, hogy a férfi megőrzésre hagyta ott az autót, Mácsik Zoltán autóját egy bontóban találták meg, ahol a rendőrök elvitték Imrét, ott zavartan viselkedett, Mácsik Zoltán pulóvere ott volt a férfi házában, és van egy csomó olyan dolog, ami összeköti. Összefoglalnám. Igaz, hogy nincs holttest. És azt is szokták mondani egyébként, hogy a bizonyítékok királynője az mindig a beismerő vallomás. Ez sincs. Na igen, de van poligráf,
tehát a hazugságvizsgálat ami eredmény. Megbukott. Na de hogy bukott meg rajta? Úgy bukott meg rajta, hogy épp a legfontosabb kérdésen ő ölte el meg a sértettet. Tehát aki ezen, ja és olyan erősen jelez ilyenkor a műszer, tehát az sem mindegy, hogy a műszer mennyire gyengén vagy erősen jelez, és ebben az esetben egyértelmű volt a jelzés. Akkor miért? Másikor a Györgyi összes korábbi kérdését újra fel kell tenni. Akkor miért van ez az ember, vagy miért, tehát hogy hogyan lehet akkor... Nem csak a poligráf van. A poligráf egy komoly erősítő tényező. Na de a manapság a bizonyítékok másik királynője az a DNS. Ugye a DNS az, ami egy a 6 milliárdhoz megmondja, hogy valaki valahol ott volt, vagy nem volt ott. Hát a gyanúsítottnak a gépkocsijában tele van a DNS-sel, a sértett DNS-ével, ugye a gépkocsi, ami azt mutatja, és indokolatlanul sok helyen jelenik meg ott a DNS, ami azt mutatja, hogy egyértelműen azzal az autóval szállították azt a vélhetően holttestet. Erre minden, a gyanúsított mindenre ad magyarázatot? Igen, bejött mellé, mert együtt dolgoztunk, igen, vele voltam, igen, zavart voltam, mert izgultam, amikor kérdeztek, és ezért jelzett a poligráf, tehát minden megpróbál, vagy minden megmagyaráz? Igen, és most jön pont ez, hogy ja, és mit mond a gyanúsított? Mert ugye az, hogy tagad, az azt jelenti, hogy nincs beismerő valomás. Na de meg kell nézni, hogy reálisan vagy irreálisan védekezik-e. Ugyanaz a gyanúsítotti védekezés ebben az esetben, mint a Fanninál a másik gyanúsítottnak. Ismeretlen személyek hárman előkerültek a semmiből, személyleírás nem tud adni, de magasak voltak, fekete ruhájuk volt és kapucniuk volt. És gyakorlatilag ők ölték meg a sértettet, sőt még őt is, már mint a gyanúsítottat, tőle is elvették a pénzt, amit ő a sértettnek kellett volna, hogy kifizessen. Na most, de rögtön, amikor arról van szó, hogy adjon már arra magyarázatot, hogy ez hogy kerekedett ki, ez a szituáció, semmiféle épész alapon való magyarázattal nem tud szolgálni, és nyilvánvaló, hogy egy ilyen védekezés senki nem tud reálisan elfogadni. Át kell adnunk a szót Somos Andrásnak, annyit mondjon még, hogy le fogják zárni ezt az ügyet, vagy ön most, ugye végső elkeseredésében a család önhöz fordult, meg tudja ezt akadályozni? Áprilisban lesz 2 éve a gyanúsításnak, tehát én azt gondolom, hogy ott tájt valamikor már le fogják zárni, és én biztos vagyok benne, hogy a minősített emberülésben meg tudja emelni a vádat az ügyészség. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt, online lapszemle Somos Andrással.